Zsolt 2004 óta a vendégünk, hogy úgy mondjam. 2004 óta próbálkozunk az ő arcát helyrehozni, amit egy autóbaleset során sikerült kicsit leépíteni. Sajnos elveszítette a bal szemét, az arccsontjai olyan helyzetbe kerültek, ami lehetetlenné tette a szájának a bezárását. A tükörben én megnéztem magam a középső visszapillantó tükörbe, tehát azt valami némi nemű fogalmam volt ott az éjszakában egy szemmel, annyit láttam, hogy csúnyának csúnya, meg eléggé vérzőnyi, és a kocsi is, a légzsák is, hogy tudjam, hogy mi a helyzet. Mi dolgoztunk már korábban is pontosan az ilyen esetek megoldására egy olyan módszeren, amivel mi az arckoponya rendellenes helyzetét, az egyes csontokat próbáltuk, vagy meghatározni, hogy hol lenne a jó helyen, illetve ha rossz helyen van, akkor azt hova kéne tenni ahhoz, hogy jó helyen legyen, egy számítógépes módszert. Ezt a módszert mi Cranial Viewer programnak neveztük el, ez egy tulajdonképpen egy szoftver, ami számítógépre készült, és ehhez segített aztán a közben a klinikára kaptunk egy Combin CT készüléket, ami abban különbözik a hagyományos röntgen felvételektől, a készülékektől, hogy nem egyszerű oldalirányú vagy bármilyen irányú egyszerű kétdimenziós képet készít, hanem ez egy háromdimenziós kép készül. Közben, ahogy a Zsolt problémájával foglalkoztunk, ezt a lehetőséget próbáltuk meg összekötni, és ő volt tulajdonképpen az első olyan betegünk, akinél ezt igazából élesben alkalmaztuk. A távol pályázat ez azért volt jó, mert adott egy olyan lendületet ennek a kutatásnak, illetve ennek az eszköznek és szoftvernek a fejlesztéséhez, amivel mi most már nem csak ilyen problémákat, hanem más egyéb problémákat is úgy néz ki meg fogunk tudni oldani. Hagyományos kefalometria, úgynevezett arckoponyán történő mérésekre léteznek különféle programok, léteznek különféle módszerek. Ezeket a módszereket ugye a kétdimenziós röntgenfelvétel alapján fejlesztették ki, és ennek alapján lehet és csinálnak ma is gyakorlatilag 99%-ban ma a világon az úgynevezett harapási rendellenességek korrekcióját. Létezik egy kétdimenziós norma. Okay? Ott meg van határozva, hogy az őrlő fogaknak milyen a viszony. Ugye? Na most ezt a norma rendszert kellett áttenni, illetve ez egy folyamatban lévő valami, a háromdimenziósra, amikor már a tér mindhárom irányával meghatározzuk az adott kefalometriai pontoknak a koordinátáját. Ezt úgy lehet érzékeltetni, hogy a kétdimenziós röntgenfelvételt, ha valakiről készítünk egy oldalirányú röntgenfelvételt a koponyájáról, ott mi látunk egymásra vetülő csontok alkotta találkozási pontokat. Ha most ezt a pontot, amit innen, itt a két kezembe tessék nézni, a vetülést nézzük, és hogyha én ezt szembe elfordítom, akkor ez a pont nem létezik, mert térben mögötte van jóval. Tehát ezért szükséges olyan pontokat találni, amit én a tér bármilyen irányából nézve mindig ugyanabban a helyzetben találok. Hogyha erre tudunk szerkeszteni egy normarendszert, amit bele tudunk illeszteni egy programba, akkor ezzel már nagyon-nagyon sok mindent tudunk kezdeni. Egyrészt olyan rom koponyatöréseket, eltorzult koponyákat is helyükre fogunk tudni tenni, vagy ideális helyzetbe tudunk rakni csontokat, amit enélkül nem tudnánk, vagy csak teljesen esetleges, ez a sebésznek úgymond szobrász vénájától függ, hogy mennyire sikerül emberi arcot varázsolni, de hogyha nekünk van egy mondjuk itt elsősorban itt Európában egy olyan európai koponyára méretezett és szerkesztett táblázatunk, akkor ennek alapján be tudjuk rakni azokat a csontokat is abban a helyzetben, amiről eddig most vagy valami miatt nem tudnánk, hogy hova kellene, hogy kerüljen. Tehát egy harmonikus arcot tudunk mesterséges általunk megszerkesztett vagy összeállított normarendszerhez viszonyítva létrehozni. És ami eddig nem létezett, ugye csak a felső és az alsó álcsontra határozták meg ezeket a pontokat, ami eddig a hagyományos módon, mi ezt kiegészítettük egy szemüregre, direkt kifejezetten a szemüregre irányuló programmal, és ennek a programnak a része most a Zsolt egyik, a második úgymond rekonstrukciója.
aminek segítségével más hasonló sorsra jutott betegek szemüregét is tudjuk korrigálni, illetve tudjuk nyomon követni, hogy például, ha valakinek gyerekkorában kellett valamilyen daganat miatt eltávolítani a szemét, hogy akkor ez a szem hiánya például egy növekvő szervezetben, egy növekvő koponyában, egy kisgyerekben, mire felnőtté válik, milyen másodlagos torzulásokat hoz létre. Ez az egész pályázat tulajdonképpen én szerintem elsősorban arról szól, hogy hozzájutottunk egy olyan támogatáshoz, amivel ezt a csapatot össze lehetett hozni.